Diákok hosszú sora érkezett a Dobovári Városháza udvarára. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Eszterházi Miklós Technikum végzős diákjai voltak, akik a városon végigvonulva kisbíró és kisbírónő vezetésével értek célba. Az iskolának minden évben rendezésre kerül a zöld nap, és ilyenkor szoktunk idejönni a polgármester úrhoz, hogy a végzős diákoknak a vizsgáját, valamint az érettségizőknek az érettségit aláírhassa, engedélyezhesse. A diákok egy Dahlström könyvvel érkeztek, amely tartalmazza valamennyi végzős diák nevét, akik vizsgára bocsájtást kérnek a település előjárójától. Igen, fontosnak tartjuk, mert ez nagyon szép és boldog kis vidám nap. A polgármester úr a hagyományokhoz mérten természetesen nem tagadta meg a Dahlström könyv aláírását, mellé pedig egy pár jó szóval is készült az érettségihez és a szakmunkás vizsgához. Évtizedekre visszanyúló hagyományon bír ez a mai program. A szakmunkás képzőintézetből, a HEMI-ből érkeznek ilyenkor a diákok. Ugye Dahlströmbe veszük őket, három kérésük van, ma éreztessék jó magukat, ballakhassanak, és hétfőn elkezdhessék az áróvizsgálatukat. Ma közel 13 szakmatanulói jelentek meg előttem, természetesen minden kérésüknek eleget tettem, egy picit meg is vendégeltük őket, sok sikert kívántam nekik hétfőre és az azt követő napokra, és azt gondoltam, hogy az életbe boldoguljanak, azok az évek nem olyanak a nyugton, amit töltöttek Dombaváron szakmunkásképzőbe, legyenek boldog felnőttek, mindig jó szíven gondoljanak Dombavára, és hogyha van rá lehetőségük, ne is hagyják el Dombavárt életük végéig. Alapvetően ez a szakmunkásképzőben visszanyúló hagyomány, de ettől függetlenül mind a három, illetve a másik kettő intézménynél is részt fogok venni a ballagáson, és mindenkinek ugyanezeket a jó kívánságaimat el fogom mondani, hiszen mindenki Dombaváron él, a járásban él, és remélem, hogy minél többen itt is maradnak, amit nem győzök hangsúlyozni, hiszen a járás jövője az a fiatalságon múlik, ezért kell őket jó elrontani, minél jobban, hogy szeressék Dombavárt és a Dombavár környékét. A végzősök kívánságai valóban nem voltak nagyok. Szakmát és érettségit adó városunk polgármester ura. 169 végzős emeljütt idei évben, itt lészen. A diákokat Balaskó János zenekara kísérte, akik igyekeztek méltóképpen búcsúzni a középiskolás évektől. Az önkormányzat megvendégelte az évekre visszanyúló hagyományt éltető végzős nebulókat, mielőtt útjukra indultak volna az aláírt Dahlström könyvvel.